Kadétok. Jaz! Kadétok. Pihenj. Ma még csak ennyit kell tudniuk a jövő katonáinak. A kadétiskola leendő tanulói a képzést megelőzően egy összeszoktató táborban ismerkednek meg egymással és a katonai élet alapjaival. Azok a gyerekek jelentkeznek ide, akik nagyon motiváltak és elkötelezettek a katonai pálya iránt. Ők ebben az irányban teljes mellbedobással és akarattal küzdenek. Természetesen ők érettségizni is fognak, és az érettség után szeretnénk őket erre a pályára irányítani. Tehát elsősorban az érettségit adó képzés, tantárgyak a fontosak. Itt nagyon sok dolgunk van velük, és természetesen nekik is. Ez nem egy könnyű dolog. Ez sokszor meg is szenvedik. Ami segíti őket ebben, az, hogy nagyon jó közösséget alkotnak, a kollégiumban együtt tudnak dolgozni, illetve sok olyan plusz segítséget kapnak, ami alkalomattán az ő felkészülésüket előre mozdítja. A Honvéd kadétképzés már harmadik esztendeje zajlik az Adi középiskolában. Jelenleg évfolyamonként 15-20 diák tanulja a honvédelem alapjait. A felkészítő tábor néhány napja azonban nem csak a katonai rendről szól. A lehetőségekhez mérten szórakoztató programokról is gondoskodott az iskolavezetés. Az utolsó napot egy ilyen katonai járőrversennyel szeretnénk bezárni. Egy ilyen kert csináló tulajdonképpen ez a pálya iránt. Ez egy picit több, én úgy gondolom, ebben az intézményben, az iskolánkban, mint egy átlag képzés. A Honvédelmi Minisztérium is mögöttünk áll. És ez egy olyan hivatás, amely úgy mondom, egy életre szóló karriert fog biztosítani a srácoknak. A békatábor lakói számára ez az első találkozás választott hivatásukkal. Valaki most döbben majd rá, mi is vár rá a következőkben. A tábort a 69. Horváth József területvédelmi zászlóalj, a szekszárdi Ady Endre szakképzőiskola és a Tolna megyei védelmi bizottság közösen szervezte.